Akkor újra szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túl részvőket is. Én Bartatusek Nébolya vagyok. Én is szeretettel köszöntöm Önöket. Bartatusek János vagyok, mi vagyunk a PPH egyik tízes szintű igazgató párja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nem függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom az Ács volt, Mára viszont a PPH tanuló csapatszervezés a fő tevékenységem. Gyulán élünk, családi helyzetem házas, mellettem áll a feleségem baja. És most te jössz. Magamról röviden annyit, hogy én igazából a civil foglalkozásom kereskedelmét végeztem. A párom, mint ahogy mondtam már, a, tanulói, a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk. Házasságban élünk. 27 éve, Egyre boldogabb, és van egy 15 éves lányunk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkocs és boldogságspecialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, és 37 éve van saját szervezési csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével négy különböző területen érte el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból kettő teljesen ellentétes tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki élet és emberismeret továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására, átadására képes a mai bolygónkon. Ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legdészetesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő jövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jön és tartsa meg a mai bemutató előadást. Köszönjük szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket! Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Ki az, aki nem elégedett? És mi baj van a világunkkal? Mit mondtál? <laughs> Rossz irányba halad a világ. Nézzünk ebben kapcsolatban egy-két dolgot. Itt van tíz életterület ezekkel nem kellene jobban bánni. Ki az, aki úgy gondolja, hogy szerinte jó lenne jól bánni mind a tíz területtel? És mit látsz? Az emberek tesznek azért, hogy ezeken a területeken jobban boldoguljanak? Egyre többen tesznek. Mit? Szerintem. Ja. Azon kívül, hogyha ideje jönnek közénk, azon kívül mit tesznek az emberek? Hogy jobban boldoguljanak. Okoskodnak. Vásárolnak. Vásárolnak? Ja. <laughs> Hallottam egy ilyen a hírekben, hogy, hogy az emberek fele az többet költ, mint megteheti, és, a, és minden tizedik ember hitelt vesz föl. Na most akkor ezt nem értettem ezt a hírt. Ez a rádióban volt ez a hír. Ez most a napokban, tegnap vagy ma volt a hírekben ez. Nem értettem, hogy hogy lehet az, hogy az emberek fele az többet költ, mint amit, meg, amit megtehet, és mégiscsak 10% vesz föl hitelt. Valami nem stimmel. Hogy? Akkor, Több -több hogy? hogy költhet többet annál, hogy amit megtehet, hogyha nem más pénzéből költi. hát de a saját tartalékát akkor, akkor nincs olyan, hogy amit megtehet. Mert akkor az is az ő pénze, tehát ugye ez logikusan, mert szó szerint így fogalmazódott a hír, ahogy most elmondtam, de hogy, de. A, hogyan, valami, ne, valami nem stimmel ezzel a hírrel hogy hogy lehet úgy többet költeni, érted, hogyha ha nem teheti meg az ember, hát csak hitelből, nem? Hát de mégiscsak minden tizedik ember vesz föl hitelt. Érted? Most ilyen vásárlásra hitelt. Mondom, rögtön mondtam Mariannak, a feleségemnek, hogy ha valami a híre, nem stimmel. <laughs> És ez rendesen hírekben volt, ugye itt a karácsonyi vásárlások miatt. Ketten külön szerkesztettek, nem egyeztettek. Ja, az is lehet, hogy két hírszerkesztő volt, és nem egyeztettek, igen. Valahogy nem jött össze. Hát ugye tényleg azt gondolják sokan, hogy az a boldogság, hogyha minél több pénzt tudnak költeni. De hát a hoz nem egy terület itt a hetes az, ami től függ a boldogság, hanem itt van tíz terület. Tehát ugye megnézzük ezt a tíz területet, ava kezdődne az egész, hogy, hogy mit gondolunk saját magunkra. És igazából mire vagyunk képesek mi saját magunk, nem? Tehát mit tudunk kihozni az életünkből, mi saját magunk. Tehát ha megnézed, az, hogy valaki jól bánja mondjuk a munkájával, másokkal, a pénzzel, környezetével, stb. stb. Hát az meghatározó, hogy mit gondol magáról, meg hogy milyen eredményeket tud elérni az életben, nem? Mert az, hogy valaki mit gondol magáról, nyilván akinek így jól meg van áldva a egóval, az elég sokat gondol magáról. De nem is az a lényeg, hogy az ember mit gondol magáról, hanem az, hogy mire képes, nem? Tehát mit tud kihozni magából, inkább úgy mondanám. Tehát az a lényeg, hogy az ember mit tud magából kihozni. És ugye azt látni, hogy egyre kevesebbet hoznak ki az emberek saját magukból. Nem? Tehát szó szerint azt látni, hogy egyre kevesebbet hoznak ki magukból. Miért? Hát mert egyre inkább, egyre kevesebb embernek van önbizalma. Nem? és hát egyre egy lustábbak az emberek. De gondold végig, amikor egy generációval, vagy akár két generációval fiatalabb emberek azt mondják, hogy hogy a manóban van az, hogy ti sokkal több munkát tudtok elvégezni, mint mi? Akkor ez hogy van? Érted? Mit tudom, valaki fiatalabb 40 évvel, vagy 30-al, érted? És akkor kevesebbet tud dolgozni, mint egy 30 évvel idősebb. És ezt ugye tudjuk azok, akik már a mi korunkban vannak. Hogy hogy a, a fiatalok közel nem tud, tudnak annyit dolgozni, mint a mondjuk a mi korosztályunk. És akkor még én azt mondanám, hogy lehet, hogy mi még annyit nem is dolgoztunk, mint az előző generáció. Bár én azt láttam, hogy én apámnál többet dolgoztam, sőt, már mondhatom azt is, hogy anyámnál is többet dolgoztam. Életemben. Tehát eleve, ugye, tudom én, azt mondja, hogy anyám hány éves korában? Azt mondja, hogy mikor? 50 éves korában. Tehát az azt jelenti, hogy 36 év munka után elmegy nyugdíjba. Én ugye már eleve 43 éve dolgozom. Tehát már 6 évvel túl vagyok. És, és ha megnézem, hogy mennyit dolgoztam életemben, akkor hát apám ott simán túlszárnyaltam többszörösen, az egyértelmű de mondom anyámat is, pedig ő egy igen dolgos hölgy volt. Simán. Tehát, és akkor azt mondják az emberek, hogy tehát a munka az, az már ilyen alábecsült fogalom, tehát maga a szó az átment negatívba. Ha valakinek ugye arról szól a történet, hogy dolgoznia kell, tehát munkát kell végeznie, az a legtöbb embernek már nem pozitív, hanem negatív. Mert miért? Hát mert az emberek olyan dolgokat csinálnak, amit nem szeretnek. Nem? Ha talán szeretnék azt, amit csinálnak, akkor lehet, hogy a munka az nem negatív lenne. Tehát most gondold végig, régen ez úgy működött, hogy a szülők megszerettették, a munkát és azt a típusú tevékenységet, amit majd fog, fog végezni a gyerek felnőttként, már megszerettették gyerekkorban a gyerekkel. De nyilván ez akkor nem tűnt annak a gyereknek, hogy megszerettették, mert a gyerek gyerekkorban mit szeret leginkább csinálni? Játszani. És akkor ez, ez kicsit fura volt a gyerekeknek, annak idején nekem is, hogy a játék helyett dolgozni kellett. De, ugye én nekem sokat kellett dolgoznom, mondjuk hat és fél éves koromtól, addig nem, addig semmit, de hat és fél, fél éves koromtól ugye elkezdtek bevonni a szüleim, tehát onnantól, hogy elkezdtem iskolába járni, bevontak a munkába, és onnan, a hat és fél éves koromtól sokat kellett dolgoznom. De szó szerint, tehát bevontak mindenbe, amit ők csináltak, sőt olyanba is, amit nem csinált apám, sem anyám, egyik se, és azt mondták, hogy fiam, vettem neked egy könyvet, olvasd el, tanuld meg, és onnantól kezdve csináld otthon. Érted? Például a szöllőmetszés az így zajlott le. Tehát rengeteg szőlője volt apunak, ilyen száz valahány tő, és azt én, én nekem kellett meccenem minden évben, meg nem csak meccenem, nekem kellett teljes egészében mindent csinálni. Hajtást válogatni, mindent. Egyedül egy dolgot csinált, a permetezést, azt ő csinálta. De azon kívül mindent én csináltam, jó, meg a születet közösen csináltuk. De azon kívül a szöllővel mindent én csináltam, és nem tanított senki, nem vett nekem egy könyvet, és tanult meg, és csinált. Oké, okay, ez volt, mikor már tudtam olvasni onnantól, másodikos koromtól. És onnantól kezdve nem csak azt kellett csinálnom, hanem nekem kellett kapálni az egész területet a szőlőnek, érted? Úgyhogy volt egész szépen munkám, de nem csak erre voltam bevonva. Például, ha ők főztek, akkor nekem azt mondták, hogy jó, fiam, gyerek, krumplit pucolni, Kis gyerekkortól, érted? És akkor a krumpli pucolás az az énre szóltam. Vagy anyám takarított, akkor befogott. Tudom, gyerekként simán. Mondjuk ablakot pucolni. Szóval ugye ez nagyon nem tetszett annak idején, de azért ne higgyétek, hogy nem játszottam ki magam. Sokkal többet játszottam, mint például a fiaim. Sokkal többet játszottam, mint például most a gyerekek. Tehát mert ugye azt gondolják a gyerekek, hogy az játék, hogy nyomogatják a telefont. Azt gondolják, hogy játék, hogy nyomogatják a számítógépet, és a számítógéppel játszanak. Tehát én nem ilyen játékra gondolok, hanem olyan játékra, ami amit fizikailag kellett végezni, érted? Tehát nem csak, nem csak az ujjaidat gyakoroltattad vele, érted? Mint amit most csinálnak, a újukat tornáztatják, és az a játék. Szóval. Igen, és akkor újra kondíznak. Szóval, mondom, sokkal többet játszottam, annak ellenére, hogy dolgoztattak. És ez, ugye, anyám is elmondta, apámtól nem sokat hallottam ilyet, mert anyám vidéken nőtt föl, édesapám Budapesten, ezáltal apu ráadásul ugye egy lakásban nőtt föl, ami egy szobakonyhában, ahol sok mindent nem kellett csinálnia. És anyámtól hallottam azt, hogy neki már gyerekkorban is mennyit kellett dolgozni. Többet, mint nekem. De én azt láttam, hogy azáltal, hogy mindig hangoztatta, hogy gyerekkorában mennyit dolgoztatták, Egyáltalán nem volt lusta, és rengeteget tudott dolgozni. És ugye ugyan ez a helyzet, a nejemnél is, őt is dolgoztatták rendesen a szülők, hát ott, ott háztái, meg volt jó nagy kert, meg voltak állatok, disznótartás, csirketartás, neki is kellett dolgozni, és ő se vetti meg a munkát, rengeteget ő is dolgozni. És mi, milyen érdekes, pedig annak idején, mikor gyerek voltam, akkor visszaemlékszem, hogy nagyon nem tetszett, hogy dolgozni kell játékhelyet. De onnantól kezdve, hogy bevontak ilyen mértékbe a mellókba, nem is vettem meg a munkát. Tehát én nekem volt olyan, hogy volt főállásom, volt másodállásom, volt harmadállásom, érted? Három tevékenységem volt. Az azt jelenti, hogy az egyik az főállás volt, a másod tevékenység a szó szerint másodállás volt, a harmadik az meg fusi volt és hármat csináltam egyszerre. Ami azt jelenti, hogy voltak olyan napok, hogy mondjuk 16 órát dolgoztam. Érted? Napi szinten. Nem minden nap, de sokszor. Érted? Hát az kibuknának a fiatalok mondjuk rendszeres 12-16 órás munkától, az hord biztos. Mondjuk annyi bolyó volt, hogy változatos volt, mert abból volt ilyen enyhe fizikai munka, akkor volt nehéz fizikai munka, meg volt szellemi tevékenység. Oké, okay, és ezáltal ugye változatosabb volt. Tehát ez ha mind a három, az háromféle volt. És csak most azért mondom, mert azt gondolják emberek, hogy úgy lehet boldogulni, hogy az ember szívesebben inkább kerülje a munkát. Tehát most az ember ugye boldogulni akar az életében. Ahhoz, hogy az ember boldoguljon, van egy fontos dolog, ugye, hogy hát az ember tevékenykedjen. Na most, ha az ember tevékenykedik, akkor gondolkodik közben, hogy hogy lehetne úgy megoldani az életét, hogy mondjuk könnyebb legyen. Érted? Tehát, hogy mondjuk Kevesebb munkával több eredményt érjen el az ember. Ha az ember nem dolgozik, vagy csak keveset dolgozik, akkor nem gondolkodik el azon, hogy hogy, hogy kellene kevesebb munkával több eredményt elérni, mert eleve kevesebb munkát végez. Tehát ugye én évekig. Ö, volt ilyen rendszeresen a fejemben, hogy úgy kellene élni, hogy egyre kevesebbet dolgozni, és hogy minél több eredményt abból kihozni. De ehhez tényleg az kellett, hogy sokat dolgozzak, érted? Tényleg az kellett. Volt olyan, hogy 20-22 órát dolgoztam egy 20-22 órát. Egyfolytában, érted? Azért azt a legtöbb ember biztos, hogy nem bírja, hogy ezeket simán megcsináltam. Még most is valamilyen szinten ezekre képes vagyok. De ez annak volt köszönhető, hogy keményen szorítottak a munkára. Tehát ott nem lehetett szegülni annak, amit apám azt mondta, hogy azt csinált meg. Akkor nekem azt meg kellett csinálni. Tehát nem volt ellenszegülés. Érted? Tehát én gyerekként nem szegülhettem ellent. Szó szerint nem. És így utólag visszagondolva, akkor az nem volt jó, hogy sokat dolgoztam gyerekként, de utólag jó volt. Utána, mai fejjel végig gondolva, akkor az nem volt jó, mikor sokat kellett dolgoznom, mondjuk háromféle tevékenységet napi szinten. De így utólag, végig gondolva jó volt. És tudod miért volt jó? Mert ez ösztönzött arra, hogy minél kevesebb munkával, minél több jövedelmet elérni. És gondold végig, egy olyan ember, amelyik inkább a munka mellé szeretne járni, mint munkába, az hogy fog ilyen nekem gondolkodni, hogy hogy kevesebben dolgozni és több pénzt keresni. Vagy másik az, vajon akkor a, a sorsa fogja segíteni egy munkakerülőt abban, hogy ő neki még kevesebb munkával, még több pénze legyen. Tehát most, és akkor lehet, hogy furcsa ha hallod most ezt a dolgot, hogy, hogy a sorsa? És beszéljünk erről egy kicsit, hogy világosabb legyen. Tehát szerinted melyik a jobb neked? Olyan emberként, aki nem tanul itt. Melyik az jobb neked? Hogyha semmi nem véletlen? Vagy az élet az a véletlenek sorozata. Tehát neked, aki nem, mert nem azokat kérdezem, akik itt tanulnak, meg nekik egyértelmű a válaszuk. De neked, aki te még nem tanulsz itt, csak mondjuk nézegeted az előadásaimat, a díjmentest. Vagy még azt sem, mert most nézed először. Szerinted neked melyik lenne a jobb? Hogy ha az élet az az életed az a véletlenek sorozata, vagy hogy az életben semmi nem véletlen. Na most, hogyha te nem tanulnál itt, most fordulok azokhoz, akik jelen vannak, akár interneten is nézem azokat, akiket tudom nézni, nyilván a többséget nem látom, kérdezem azoktól, hogy jelentkezzetek, aki úgy gondolja, hogy az lenne a jobb, hogyha, hogyha az élet az a, az a véletlenek sorozata, azt tegye már föl a kezét. Tehát, hogy neki az lenne jobb. Nem tette föl senki. Jó, akkor nézzünk egy ellenpróbát. Azt tegye föl a kezét, aki úgy gondolja, hogy akkor jobb az élet, hogyha az, vagy akkor lenne jobb neki az élet, hogyha az élet az a, nem a véletlenek sorozata lenne. Jó? Én is ide teszem föl a kezemet. Csak nem akartam a kapcsolatban senkit se befolyásolni. Köszönöm szépen. Tehát itt azt látom, hogy mindenki ugyan eten is, illetve itt a teremben is. Azt látom, hogy mindenki jobban szeretné ezt. Tehát most te, aki még nem tanulsz itt, remélem te is így gondolkodsz. Hogy jobb lenne egy olyan élet, ami nem a véletlenekről szól, hanem ahol ami nem véletlen. Na most. Van egy szabály, egy által szabály itt az életedben, minden emberre vonatkozóan, hogy amiben nem hiszel, azt nem fogod megtapasztalni. Tehát, de nem is ez a szabály, hanem az a szabály, hogy azt tudod megtapasztalni, amiben hiszel. Nyilván most nem a rossz dolgokra gondolok. Tehát a jó dolgokat akkor fogod megtapasztalni, ha hiszel benne. Ez egy általános szabály. Természetesen így működik, a rossz dolgokat is azért tapasztalod meg, mert hiszel benne. Hiszen rengeteg olyan ember van, hogy simán hisznek a rossz dolgokba, és ezáltal simán megtapasztalják. Tehát mondom, ez egy szabály, hogy azt tapasztalod meg, tehát ez a szabály hivatalosan, ezt írjátok föl, azt tapasztalod meg, amiben hiszel. Ezáltal nem mindegy, hogy miben hiszel. Tehát ha valamiben nem hiszel, akkor nem is tapasztalod meg. Ha valamiben negatív dologban hiszel, akkor azt tapasztalod meg. Ha valami pozitív dologban hiszel, azt tapasztalod meg. Na most ez sem kell feltétlenül elhinni, de most gondold végig, megint melyik a jobb neked. Az a jobb neked, hogyha ha nem hiszel, és ezáltal a véletlenül múlnak a dolgok, vagy amiben hiszel, az megtörténik. Melyik a jobb neked? Tehát megint csak a véletlen jobb, vagy az a jobb, ha hiszel, és megtörténik. Na akkor megint nézzük, ki az, aki úgy gondolja, hogy az a jobb, hogyha hisz és megtörténik, tegye fel a kezét. Oké, okay, köszönöm szépen. Na most tehát az emberek furcsa mód abban hisznek a világ dolgaival kapcsolatban, amit tanítottak neki. Tehát amit mondhatjuk, nagyon idézőjelbe téve, hogy beleverték a fejébe. Tehát az ember, amiről nem tanult, nem hallott, abba hogyan manóba tud hinni? Erre egy válasz van, sehogy. Tehát az ember abban hisz, amit tanítottak neki. És minél többször tanították, minél többen tanították, annál jobban hisz abban a dologban. Na most mondok egy dolgot. A világon kb. 1, valahány tized milliárd keresztény van. De szerinted illetve még mielőtt mondanám azt a szerintedet, az azt jelenti, hogy a keresztényeknek ugye van egy Jézus-sal kapcsolatos ismeretük, hitük, stb. stb. Világos? Tehát a kereszténységben a főszereplő az Jézus. Na most akkor megkérdezném, szerintetek a keresztények közül hány született Jézus hittel? Egy se. Miért lett Jézus hitük? Mert arra tanították őket. Akkor most ugyanezt mondhatnánk, ennél több a Mohamedán már majd a világban, mit tudom én, lassan vagy két milliárd. És szerintetek hány Mohamedán született Mohamedán hittel? Egy se. Tehát. A Mohamedánokat is Mohamedán hitre tanították, illetve nevelték, ugyanúgy, mint a kereszténységre. Oké? Okay? Tehát nekik, a vallásosoknak, mondjuk a keresztényeknek, vagy Mohamedán, vagy bármilyen vallást nézhetünk a bolygón, azért az a vallása, mert arra tanították, vagy arra nevelték őket, nem tudom, tudjátok-e, hogy a Mohamedán országokban három éves kortól kezdik a Koránt tanítani. Mondom három éves kortól. Nem hat éves kortól, vagy hét éves kortól, mint a keresztényeknél, hanem három éves kortól. És hat éves korra kívülről kell fújniuk a Koránt. Csak ezt, hogy világos legyen. Ezért sokkal vallásosabbak a mohamedánok, mint a keresztények. Oké? Okay? És sokkal nehezebben téríthetők át más vallásra. Szóval, ezt most miért mondtam? Ezt példaként mondtam. Tehát mindenkinek, mert ugye a hitet azt mindig a vallásokhoz kapcsolják. Pedig egy hülyeség a valláshoz kapcsolni. Mert semmi köze a hitnek a valláshoz. Viszont a vallásnak van köze a hithez. Mert vallás hit nélkül nem működik. De hit működik vallás nélkül. Oké? Okay. Tehát a hit az tökéletesen működik vallás nélkül is. Most gondold végig, a bolygón, főleg itt a mi területünkön, ahol élünk, mennyi olyan ember van, aki a pénzben, az vagyonban hisz. Rengeteg. Rengeteg. De a pénz vagy a vagyon, az nem egy vallás. Miköz a, a hitnek a valláshoz? Semmi. A vallásnak van a hithez, mert anélkül nem működik. Oké? Okay? Mármint a vallás nem működik. Tehát ezt most azért mondtam el, hogy, hogy lehet, hogy ezt még így nem mondta el neked senki, ha te nem tanulsz itt. Hogy elgondolkodj azon, hogy te most azért hiszel valamiben, vagy azért nem hiszel valamiben, mert ha hiszel, akkor arra tanítottak, ha nem hiszel, akkor arra nem tanítottak. Világos? Tehát magától senki nem született vallásosnak. Senki. Szóval megnézt, ott tartottunk, megnéztük, hogy, hogy melyik a jobb, hogyha hiszel valamiben is, az történik, vagy a véletlen. Na most, Gondold végig, a bolygón szabad akarat van. Te eldönthetsz dolgokat. Te eldöntheted azt, hogy te semmiben nem hiszel. Eldöntheted azt, hogy valami vallásban hiszel. Azt is eldöntheted, hogy abba hiszel, hogy semmi nem véletlen, vagy abba hiszel, hogy minden véletlen. Te döntöd el, szabad akarat van. Akkor onnantól kezdve, hogy szabad akarat van, nem abba kellene hinni, ami neked jobb. Úgy véletlenül, feltétlenül olyan dolgokba kell hinni, ami neked rosszabb. Miért? Azért, mert a szüleid is olyan dolgokba hittek, ami nekik rosszabb vagy mert a szomszéd is, vagy a barátaid is olyan dolgokba hisznek, ami nekik rosszabb. Azért mész utánuk. Mondhatjuk azt, hogy mész a buták után. Azért, mert az a jó, ha az ember buta, vagy miért? Miért nem abba akarsz hinni, ami neked jobb? Ez megint a te döntésed, hogy nyugodtan hihetsz olyan dolgokban, ami neked jobb. Szemben azokkal a dolgokkal, amit esetleg tanítottak neked, vagy belevertek a fejedbe. Tehát nem akarok semmilyen vallást leértékelni. Mi vallás és politika mentesek vagyunk, és ez mindig tartani fogjuk magunkat. Tehát nem állunk rá Semmilyen vallásra vagy semmilyen politikára, érted, nem állunk ki mellette, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ezen a téren semlegesek voltunk, maradunk is. De tegnap elgondolkoztam azon, és említettem is a nejemnek, hogy nem azért mondom, hogy bárki megsértődjön vagy félreértse, tényeket közlök, jó? Tehát amit most el fogok mondani, azok tények. Megkérdezni minden keresztény vallásos embert. A Biblia mennyi Jézus tanítást tartalmaz? Tehát ha megnézed mondjuk a koránt, az tele van Mohamed tanítással. Tehát ami azt jelenti, hogy írott történelmi tényként állíthatjuk, hogy mivel bizonyított, hogy több írás maradt fenn mohamed mint Jézustól, ez azt jelenti, hogy többet tanított. Basszus kulcs. Nem leértékelem Jézust. Nehogy ez egy tény. Te megnézhetünk egy másik szemét is. Ott van, mondhatod azt, hogy persze azért, mert Mohamed később jött, mint Jézus, és ezért maradt több tanítása fenn, mint Jézusnak. Mert jóval több tanítása maradt fenn. Akkor nézzük tovább, akkor menjünk távolabb. Ott van Butha. Buthának több tanítása maradt fönn, mint Jézusnak. Nem leértékelem Jézust. Ne érts félre. Ez tény. Oké? Okay. Miért mondom ezt? Mert ez, ez így van. Emberek hisznek dolgokat, mert arra tanították közben, nem is úgy van. A kereszténységben Jézus van a központban, és gyakorlatilag alig maradt fönn tanítása. És a nagy vallások közül Buthának is több vallás, vagy több irá, tanítása maradt fönn, és Jézusnak is. Nem, ö, Mohamednek is. Érted? És akkor Jézust központi szerepbe helyezi, úgy, hogy gyakorlatilag alig tudnak tőle olvasni tanítást. Mert a Biblia az mindenetele tele van, csak épp a Jézus tanítások alig vannak benne. És ez nem leértékelés, ez tény. Vagy vannak tabu amiről nem lehet beszélni? Tabutények, amiről nem lehet beszélni? Hát eleve beszélget mondja, mondjuk egy, egy Mohamedán, vagy egy keresztény, és akkor beszélgetnek a vallásukról, és akkor fölhozza a keresztény. Na, a ti mohamedetek, az feltámad. Nem. Ha bezzeg a mi Jézusunk, az feltámad. Mennyivel többet ér egy olyan valaki, akire lehet építkezni, aki feltámad, mint egy sima halandó. Tény, ez is. Tehát nem leértékelés, tehát nem Jézus leértékelése, hanem, hogy rakjunk Nézzünk reálisan a vallásokra. Oké? Okay? A vallások mindig érdekeket képviseltek. Mindig. Oké? Okay? Mindig. Bármilyen vallást megnézünk, ami a múltból keletkezett, vagy a múltban keletkezett, utána üzletet csináltak belőle. A vallásokból. Hogy melyik vallásból milyen szinten, az ebből szempontból részletkérdés. Nem azt mondom, hogy az alapítók csináltak üzletet belőle. Az utódok. Akik tovább vitték a vallást. És akkor te mondod egy olyan szervezetnél, és csak mondja, eszembe jutott. Vagy te gondolod egy olyan szervezetnél, amely két cégtől függ. Egy KFT-től, meg egy RT-től. Amely egy KFT, tehát ezt a szervezetet egy KFT, meg egy RT hozott létre. Na most, ami KFT, a KFT-ről és RT-ről beszélünk, az mind üzleti alapon működik. Szerintem a vallások nem. Kellene, hogy üzleti alapon működjenek. És az összes vallás üzleti alapon működik. Most akkor mi működhetünk üzleti alapon, mert mi KFT-k és részvénytársaságok vagyunk, érted? De üzleti alap. Megkérdezném mondjuk a... Mondjuk a keresztény templomba bemész, ott van a persej, beledobsz pénzt, utána mennyit adnak abból vissza a tagoknak? Hm? A hívőknek mennyit adnak vissza? Mert itt aki beteszi a szervezésbe a munkáját, az itteni bevételnek a 74%-át visszakapják, akik közreműködnek abban, hogy legyen tanuló. Legyenek az emberek tanulók. Érted? Akkor most melyik az üzletebb? ahol nem adnak vissza semmit, vagy az, amelyik visszaad 74%-ot? Melyik az üzletebb? Hm? Nem, az, aki nem ad vissza semmit, ma az elrakja magának. Hát kinek, kinek, a szempontja. Így van. Világos ez? Mire van szó? Ez csak úgy eszembe jutott gondolat, nem Mint ha most éppen erben foglalkoztam volna a nap, nem. Csak ugye ez eszembe jutott ez a gondolat, hogy sokan gondolják. Miért nem adjuk ingyen a képzéseket? hát figyelj, beülsz egy izé, keresztény templomba, és akkor persejeznek, ott jönnek, érted, és dobják be pénzt. Ja, és akkor ott, ott, nincs, nincs. Hogy van akkor ez? És ott tanítanak? Kérdezni, mit tanítanak? Főleg a keresztény egyházakban most mit tanítanak? Hát van egy, van egy liturgia, mi a manónak hívják máskéne? Isten tisztelet. Isten tisztelet, de, de az egy, de vannak egy más neve. Nem, nem a misél, hanem az, hogy hát, hogy, hogy ugyanazt csinálják mindig. Szertartás. szertartás. igen. Van egy szertartás, a szertartást, szertartást végig csinálják, legfeljebb felolvasnak a Bibliából egy-két gondolatot, amiben nincs módszer, csak azt mondják, hogy ne ilyen legyél, hanem olyan. Érted? És, és akkor ennyi. Tehát ez nem leértékelek senkit, tehát sokkal jobb, hogy az emberek vallásosak, mint nem. Sokkal jobb. Meg van állapítva, hogy a vallásos emberek jobb etikával rendelkeznek, mint a nem vallásosak. Tehát magyarul a vallásos embereknél kisebb a bűnözési arány, mint a nem vallásosaknál. Tehát nem leértékelem, most ne értsétek. Csak összehasonlítok. Jó? Ennyi. Hála Istennek van, mivel összehasonlítani. Szóval most gondoljátok végig, hogy miért ne hihetne az csak azért, mert hitről beszéltünk, és a vallásokat összerakják az emberek. Miért nem lehet neked, mint aki saját magad tud döntéseket hozni, és tudod a döntéseid alapján az életedet irányítani, miért nem hihetsz olyan dolgokban, vagy miért nem akarsz hinni olyan dolgokban, ami eredményezni ténylegesen azt, hogy jobb életet élhess. És a jobb élet az nem a hetedikből áll csak, hanem ebből a tízből. Miért nem döntesz egy ilyet? Érted? A szabad akaratodat miért nem ilyenre érvényesített? Miért csak olyanra érvényesített, hogy na, bemegyek egy bódba, ezt megveszem, ezt nem. Ezt megveszem, ezt nem. És akkor ez a szabad akarat. És akkor az a szabad akarat, hogy tankoljak az autóba, vagy ne tankoljak. Ha már tankoltam, akkor menjek oda, vagy ne menjek oda. Ez, ez, ez a szabad akarat. A szabad akarat nem ebből áll. A szabad akarat abból áll, hogy dönthetek arról, hogy mondjuk sokkal többre viszed, mint a szüleid. Érted? Azért példáloztam ezzel a példával, hogy többre viszed, mint a szüleid. Mert régen nem volt ilyen. Még az 1800-as években nem volt ilyen, hogy egy gyerek többre vigye, mint a szülei. Nem volt lehetősége ilyen szabad akaratra. Oké? Okay? Olyan szabad akarata volt. E menjek pisíni, vagy ne menjek? Érted, -e? ez volt a szabad akarat. Most azért jóval több a szabad akarat. Megnézed, az elmúlt száz évben akik jelenleg gazdagok a Földön, nem azt mondom, hogy a leggazdagabb emberek. De akik jómódúak a Földön, azoknak a nagy része az elmúlt 100-120 évben lett gazda. Jómódú. Érted? Az azt jelenti, hogy lehet, hogy nem ő, hanem a szülei. Vagy lehet, hogy ő, akkor az azt jelenti, hogy az elmúlt 20-30-40 évben. Érted? Tehát a jómódúak nagy része, az az elmúlt száz évben lett jómodú. Érted? A jómodú családok nagy része az elmúlt száz évben lett. Jómodú. Nyilván azok, akik már 300 évvel ezelőtt jómodúak voltak, azt elég nehéz behozni. Száz év alatt. De ilyen lehetőség nem volt. Tehát a száz évvel azelőtti időszak ott nézve, az azt jelenti, hogy azok voltak jómódúak, akik már évszázadok óta voltak jómódúak. Kész. Tehát hiába akart valaki jómódú lenni, ha nem olyan családba született be. Most tök mindegy, hogy milyen családba születik valaki. Én nem azt mondom, hogy ő lesz a világ leggazdagabb embere, mert amikor azt mondják, hogy na nézzük meg, hogy ki a világ leggazdagabb embere, akkor mit tudom még kihozzák mondjuk a Bill Gates, sokáig az volt, vagy most már Elon Musk. Érted? Vagy bárki más, tök mindegy. Tudod, hol vannak ők a világ leggazdagabb családjaihoz képest? Béka fenekén. Hát gondold végig, a Rothschild család már a Waterloo idején, napoleoni háború elején már a világ egyik leggazdagabb családja volt. Gondold végig. A Rockefeller például már az első világháborúban a világ egyik leggazdagabb családja volt. Persze, hogy, hát azt baromi nehéz ám behozni. Az évszázadokat, vagy a, akár az évtizedeket is nehéz behozni. Ha nem évszázadokat. Szóval gondold végig, hogy miben hiszel? Pénzköltésben. Hú, az aztán, ahogy sok szabad akarat kell. Tehát higgy abban, ami neked jobb. Például abban, hogy az élet az nem a véletlenek sorozata. És ugye az előbb leírtad, nem tudom otthon leírtad-e, hogy az életben semmi nem véletlen. És? Amit megtapasztalsz, abban hinned kell. Amiben nem hiszel, azt nem fogod megtapasztalni. Érted? Tehát, hogyha te nem hiszel abban, hogy a gondolataitól és a cselekedeteitől függ a jövőd, és az, hogy a jövődben milyen módon, milyen szinten fogod magad jól érezni, ha ebben nem tudsz hinni, hogy ez a gondolataittól függ, és a cselekvésedtől függ, akkor soha nem fogod magad jól érezni. Érted? Soha. Na most, amikor az emberek azt gondolják, hogy cselekvés nélkül, el lehet csak a gondolatokkal érni dolgokat. Akkor nagyon jó, mert elhitették velük, hogy ez így működik. És akkor ezáltal sosem fognak az életükben igazán komoly eredményeket elérni. És akkor így tök jó, mert a kevésbé jó módú embereket azt ki lehet használni és hogy kihasználják őket azok, akik mondjuk ultra jó módúak. Tehát több olyan dologról beszéltem az imént, hogy tőled függ, hogy ebben hiszel, vagy abban hiszel. Ugye ezt még szavazásra is tettem ezt a kérdést. Hát gondold végig, nem jobb lenne jó dolgokban hinni ezekkel a területekkel kapcsolatban. Tehát nem jó lenne például abban hinni, hogy te képes vagy a fejlődése? Hm? Persze ez is cselekvés nélkül nem fog működni. Hogy? Szóval hogy magadtól nem leszel jobb. Vagy ott van a párkapcsolatod, éppen az, amit most képzésben tartunk a második résztől. És a második részben. Nem lenne jobb abban hinni, hogy te létre tudsz hozni egy remek párkapcsolatot? Hm? Nem? Most melyik a jó? A rossz párkapcsolat, vagy a remek párkapcsolat? Melyik a jobb? miért kell rossz párkapcsolatba élni az embereknek? Miért nem lehet úgy fejlődni mind a két személynek, mert akkor lehet remek párkapcsolatot elérni, hogyha mind a két fél fejlődik természetesen. És ha fejlődnek, akkor miért nem jobb a remek párkapcsolat, mint a rossz? Ja, hogy mert gyerekkorban, Elérték nálad azt, hogy olyanná válj, aki semmivel nem tud megelégedni? És akkor mindig új és új dolgokat akar? És egyszer ráún dolgokra? Tudod, mikor tudott az ember ráúni dolgokra? Hm? A gyerekkori hatás. Valaki túl sokat kap. Mert képzeld el, ha valaki csak keveset kap, és ritkán, akkor nem tud ráugni. Mert nincs másik. Érted? Mert nincs másik. Ezen egyébként érdemes lenne mindenkinek elgondolkodni, hogy ez nála hogy volt. Tehát van egy következő a szüleink. Gyökerünk. Ha szülővel rossz a kapcsolat, akkor gyakorlatilag megszakad a kapcsolat a szülővel. Mert nem akarnak egymással találkozni. Az azt jelenti, hogy megszakítja az ember a gyökerét. Ez olyan, mint hogy a fának elvágod a gyökerét. Mi lesz a fával? Kipusztul. Érted? Nincs, nincs gyökér. Tehát nincs kapcsolat azzal, ahonnan az ember az energiát tudja kapni, érted? Illetve kapta gyerekkorban. Hiszen a szülőktől kaptuk kaptunk az energiánkat. Ha rosszak voltak a szülők, akkor nem kaptunk túlságosan jó energiát. Ha jók voltak a szülők, akkor jó energiákat kaptunk. De hát azt mondod, hát felnőttem, már saját gyökerem van. Hát de a szülőd a gyökér. Tehát on, onnan kapod a táplálékot, érted? Idézőjelben. A szülőkkel való kapcsolatból. Hát van egy alap dolog. Ezt tanítjuk itt a, mondhatjuk szinte az összes képzésen tanítjuk a képzéseken hogy ez egy alap. Közvetlen hozzátartozóval nem lehetsz rossz viszonyba. Mert ha rossz viszonyba van, vagy a közvetlen hozzátartozóval, olyan mértékű, tehát maga a rossz viszony, olyan mértékű energiát von el, hogy utána az életedben rosszul alakulnak a dolgaid. Na itt a gyökér, a szüleid, közvetlen hozzátartozó, de a gyereked is. Ha te szülő vagy, és a gyerekeddel vagy rossz viszonyban, ugyanez a helyzet. Csak nem, ott nem gyökérről van szó, hanem ott a gyümölcsről van szó. Hát milyen fa az, amelyik nem hoz gyümölcsöt? Mire való? Hát persze egy csomó olyan fát nevelnek mostanában, ez divat lett, hogy olyan fákat ütetnek, aminek az ég a világon semmi Gyümölcse nincsen, semmi értelme nincs. Hát én nekem a fák mindig ott kezdődtek, hogy legyen gyümölcse, érted? Egy olyan fánk van, aminek nincs gyümölcse, az egy mangólia, ami az magyarul. Tulipánfa, így van. Tulipánfa, amit én sose szerettem, az a neem szereti. Érted? Mindig mondom neki, hogy vágjuk ki a fenébe, mert annak nincs gyümölcse. Hát de nincs gyümölcse, érted? Más fa is virágzik, azok is szépek. Például, hogy baracfa virágzik, az is gyönyörű rózsaszín virágban van. És még sűrűbben is vannak a virágok elhelyezve, mint mondjuk a, a tulipánfán. De hiába maradni kell a a Mongólia fának, az egyébként azon kívül mindenféle fánk van. Még olyan fánk is van, ami éppen kipusztulóban van Magyarországot. Az úgy hívják, hogy naspolya. Még ilyenünk is van. Most születettük le az utolsó naspolyát, éppen tegnap. Tehát uh, ilyenek is van. Ezt most csak azért mondom, mert jellemző erre a társadalomra, ugye, hogy uh, az a természetes, hogy olyan dolgokat nevelnek, aminek nincs gyümölcse. Érted? Tehát, de, de az azt jelenti, hogy valaminek nincs gyümölcse, akkor értelmes nincs. Mert a gyümölcs az mindig virágból lesz. Érted? Tehát, ha a virág a cél, akkor olyan cél kell, mármint olyan virág kell, aminek gyümölcse is lesz világos, amiből gyümölcs is lesz. Én legalábbis így gondoltam mindig logikusan világ életemben. De ezt gondold végig, mert pont a gyerekhez kapcsolódik. Hogyha nem jó a kapcsolat a gyerekkel, akkor gyakorlatilag nincs gyümölcs. Érted? Nincs gyümölcs. Akkor egy olyan fa, ami még ugye virágot sem tud hozni, nem, hogy gyümölcsöt, ha rossz a viszonya gyerekkel. És hát megint közvetlen hozzátartozóról van szó. Hát a közvetlen hozzátartozóval meg tilos rosszba lenni, mert annyi energiát viszel, hogy akárhány idegennel van rossz viszonyod, közel nem leszel olyan rossz hangulatban, mint egy közvetlen hozzátartozóval folytatott rossz viszony esetén. Vagy itt vannak más emberek. Az emberek azt gondolják, hogy tök mindegy, hogy hogyan bánsz másokkal. Tök mindegy. Nem, ez nem számít, hogy az ember hogyan bánik másokkal. Manapság az emberek azt gondolják, hogy nem, nem érdekes, hogy ki hogyan bánik másokkal. Mert mit a jó bánjon a barátjával, meg a családjával, valamilyen szinten. Többi le van fütyülve. És akkor utána elgondolkodna, hogy vajon miért nem boldogul jobban az életében. És akkor ha így elgondolkodna, hogy valóságban ténylegesen, akkor rájönne arra, hogy azért, mert nem tud jól bánni másokkal. Mert ha az ember jól bánik másokkal, akkor ez azt jelenti, hogy vele is jól fognak bánni. És ha az emberrel mások is jól bánnak, akkor az azt jelenti, hogy sokkal jobban tud érvényesülni az életében. Azonokon a területeken, ahol vannak emberi kapcsolatai. Világos ez? És az mindenre rányomja a pozitív bélyegét, hogy az egyén jól bánik másokkal. Mindenre. Mert ha jól bánsz bármilyen területen, most gondold végig, felvételezned, felvételizned kell mondjuk egy új munkahelyen. És te tudsz az emberekkel bánni. És a felvételizővel tök jó viszony tudsz létrehozni már az első alkalommal. Akkor szerinted kit fog fölvenni? nem mást, téged. Mert te nyerted meg őt leginkább. Világos ez? És utána mondjuk ugyanezt a másokkal való bánásmódot mondjuk tudod alkalmazni a kollégákkal, főnökökkel, akár beosztottokkal majd. És akkor egy milyen munka helyed lesz, érted? ahol tök jól érzed magad, mert a főnök nem akar veled állandóan kicseszni, az emberek hallgatnak rád, a kollégák is szeretnek téged, és akkor mi bajod lesz azon a munkahelyen? Tehát hm? nem fontos, vagy nem elég fontos az, hogy az ember képes legyen másokkal jól bánni. És most nem családtagokról beszéltem, hanem vadidegen emberekről. Vagy ott van ez a munkakérdés, erről az imént beszéltem, hogy a munka szót az eléggé leértékelik manapság. Tehát a legtöbb ember az igazából hát azt mondja, hogy én ilyen munkát, én ilyet nem fogok végezni. Tehát a, most mondok példát, jó? Tehát én az átlagnál sokkal jobban élünk. Sok mindent megtehetnék. Mégsem feltétlenül teszem meg. Tehát mondok olyan példát, hogy itt tudom én, az udvarunk az be van csatornázva, és tisztító aknák vannak az udvarunkon. És hát a tisztító akna, ha nincs mondjuk tökéletesen lefedve, vagy mit tudom én, akkor a nagy esőzéskor a Föld be tud menni a tisztítóknámba, és a csatornát akár olyan mértékben el tudja dugítani, hogy nem folyik le a víz, meg a szennyvíz. Na most, hogy ez ne legyen ilyen, láttuk a nyomát, hogy behordta a Földet, és akkor neki jártam és megcsináltam, érted? ami azt jelenti, hogy több órán keresztül pucoltam a csatornát. Érted? nem az ilyen, hanem az ilyet, 150-es csatornát, 150 mm, érted? és megcsináltam, és... a csatorna lehet hogy büdös de nekem a munka akkor se volt büdös, nem tudom, világos-e tehát nekem nincs olyan hogy Hó, hát ez alantas munka, soha nem is volt Érted? Tehát én elvégeztem világéletemben a fizikai munkát, ahol kezdtem a, a, nagybetűs életemet a fizikai munkákkal, nem a szellemi munkákkal. És ez a csatorna tiszt... most volt? Októberben vagy november? Októberben. Október. Igen, októberben. És akkor két napig volt pucolva a csatorna. És annak a munkának az oroszlán részét én végeztem el. Tehát a, a munka az lehet embereknek büdös. Érted? Vagy pedig azt nézi az ember, hogy mi az értelme annak a munkának, és mi a célja annak a munkának. És amikor a cél teljesül abban a munkával kapcsolatban, akkor az ember képes arra, hogy örüljön neki. Érted? Hogy örüljön neki. És ha, ha olyan munkát végez az ember, aminek van célja, akkor annak fog is örülni, mikor befejezte is. Ezáltal, amikor az ember végzi a munkát, nem fogja utálni a munkát. Mert van értelme annak a munkának, érted? Mert van célja, tehát teljesít egy célt az a tevékenység. Ugye a pénz, a pénz, azt látom az emberek, hogy például itt a karácsony nem sokára, ugye a héten kezdődik, a karácsony, ugye a vasárnap, ezáltal ugye a képzésünk szombaton lesz, ugye a vasárnapi menetrendben, természetesen, és azt látom, hogy ebbe a pár ugye karácsony is megelőző időszakban, tudom, egy hónap, másfél hónap, az emberek többet költenek, mint egész évben. Tehát, miért? Miért? Tehát, miért kell ajándékozni? Miért? Miért nem ajándékozza a szeretetet a 365 nap? Hmm? Miért kell pénzt költeni? Miért? A mai világban, amikor a legtöbb ember megveszi azt, amit meg akar venni. Mert hogy régen ajándékoztak, ezt megértem. Mert nem vásároltak az emberek, és örültek, ha kapnak valamit, érted? És mit tudtak kapni? Hát amit tudták előre, hogy az neki nincs. Csináljuk meg, vagy vegyük meg. Érted? És akkor megvették. De a mai világban nehogy már azt mondod, hogy olyat tudsz kapni, amit te nem tudsz megvenni. Nem tudnak olyat adni neked a családtagok, amit te ne tudnál magadnak megvenni. Vagy rosszul látom? Hát egy olyan világban élünk, ahol mindenki mindent megvesz, amire szüksége van. Nem, vagy rosszul látom. És ha egy olyan családról van szó, amely nem tud magának megvenni az adott személy, nem tud magának megvenni bármit, amit szeretne, akkor nyilván egy, egy olyan családról van szó, ahol anyagilag rossz helyzetben vannak, de akkor az ajándék is olyan. Hogy nem tudnak azért olyan ajándékot se venni, mert nem tudják kifizetni, mert a család többi tagja is rosszul van anyagilag, természetesen. De ma egy átlag család a simán megvesz magának, az átlag család tagja simán megvesz magának bármit. Kivétel a gyerekek, természetesen. Illetve azok, akik még nem keresnek pénzt. De a felnőttek megvesznek maguknak mindent. Miért kell ajándékozni? Mikor tudsz olyat venni, amit a párod, vagy tudom én, a család olyan tagja, aki jövedelemmel rendelkezik, nem tud magának megvenni. És akkor mit csinálsz? Megkapod az ajándékot, és próbálsz örömet mutatni. És magadban meg az van, na, kaptam egy 628 valamit. Érted? És ilyen egyszerű dolgot az emberek nem gondolnak végig. Nem szeretetet kellene adni. És ha valakinek a szeretet abban nyilvánul meg, hogy csinál egy jó ebédet, vagy egy jó vacsorát, akkor abban nyilvánul meg, hogy csinál, mit tudom én, hozzá akár több süteményt, akkor ebben nyilvánul meg, érted? De az... De az más, érted? Mert akkor csináltad, nem megvetted, jó, ha meg, azt is meg kell venni a kajához is a hozzávalókat, de az más. Mert abból te is eszel, aki csináltad, érted? És abból, ha mit tudom, jönnek a gyerekek, akkor azok is esznek belőle, érted? Vagy jönnek a rokonok, azok is esznek belőle. Tehát nem csak annak csináltad, aki. Nek ajándékoznál egyébként? Magyarul nem csak egy emberről szól a történet, hanem mindenkiről, aki ott van a Miért nem gondolkodtak el ezzel? Mi ezen már sok éve elgondolkodtunk. De ugyanez a születésnap, meg a névnap. Mit tudnak olyat venni, amit te nem veszel meg? Miért kell pénzt költeni? Csak azért, hogy több legyen. Miért? Hát figyeld, ha az embernek kilukad a zoknia, vagy az alsógatyája, akkor elmegy, azt vesz egy másikat, nem? Vagy ha nem ő szokta megvenni az ilyeneket, akkor a párja megveszi neki. Érted? Nem várja meg, hogy na, nem veszek neked. Járj addig rukaszokniba, meg rukas alsogatjába míg nem jön el a karácsony, vagy a névnapod, vagy a születésnapod. Hol látsz ilyet? Hol látsz ilyet? Érted? Tehát gondolkodj, gondolkodj. Minek szórod a pénzt? Ja, azért, mert a rádió meg a tévé azt szeretne, hogy te szord, és a fogyasztói társadalmat minél jobban kiszolgált. Hát ezt a fogyasztói társadalomnak az seggébe tudod. Gondold végig! Nem jobb lenne inkább, ha tartalékot képezne ezekből az összegekből. Ha hát gondold végig, mennyit költ egy átlag, ember, egy átlag család egész évben, kb. annyi összeget elkölt, itt karácsony előtt, után, mit tudom én ebben a másfél-két hónapban, meg körülbelül két hónap. A két hónapban annyit, ez a december, tehát november közepétől, január közepéig, érted? Mert akkor, vagy január elejéig, annyit elköltenek ebbe a két hónapban, mint előtte tíz hónapon keresztül. Hát az azt jelenti, hogy nem jobb lenne azt az összeget félre rakni. Tehát, hogy legyen tartalékod. És ha valami gáz van anyagi szempontból, akkor az ember azt mondja, hogy ja, se baj, nyújjunk hozzá egy kicsit, a hála Istennek megtakarítottunk. Vegyünk ebből belőle egy kicsit. Hát ez azt jelenti, hogy tíz hónapnyi költés költségét meg lehetne spórolni tíz hónapi költés költségét meg lehetne spórolni. És azt mondja az ember, hogy jó, most jó, ebben a hónapban nehézség támadt, mert mit tudom, le kell cserélni a bojlert, jó, hát akkor a tíz hónapból két hónapnak annyi. Érted? De akkor is van még 8 hónap költségtartalék, költség érted? Megtakarítás. Nem jobb lenne? Ja, de hát ajándékozni kell. Miért nem ajándékozza a szeretetet? Hm? Nem tudják mi az? Hát nem kéne megtanulni. Jó, hát ez totál fogyasztó ellenes, érted? Ez totál. Hát de azt gondolod, hogy arról szól a világ, hogy minél több pénzt költsünk, hogy mások mennyi minél jobban gazdagodjanak. Hát lehet, hogy sokan ezt gondolják, hogy erről szól a világ. Hát nem erről szól. De arról szól a világ, hogy te jól érezd magad folyamatosan a bőrödben. Érted? Hát erről szólna a világ. Neked legalábbis. Vagy rosszul át? És ha emberekkel élsz együtt, ott van a párod, a gyerekeid, stb. szüleid, nem az lenne mindenkinek az a célja, hogy mindenki jól érezze magát a bőrében? De hát hogy érezzék az, egyszer jól az emberek magukat, hogyha ezeken a területeken azt csinálják, amit a, amit a média sugal, érted? és akkor elkezdték elrontani a, a szüleim generációját, és az a természetes, hogy egyre jobban minden generációt el kell rontani. Ja, persze. Hát régen, amikor még mikor a 80-as, 90-es évek elején, kilenc, nem a 80-as 80 évek vége, 90-es évek elején ilyeneket hallottam, hogy három generáció váltokoztatja egymást. Az első az épít, a második az gyarapít, a harmadik rombol. És akkor ez így folytatódik. De itt már azt mondja, a szüleim generációja, az én generációm, a következő generáció, az utána következő generáció, az nem három, ez már négy. Itt már az azt jelenti, hogy voltak építők, de az nem a szüleim generációja volt, hanem a nagyszüleim generációja volt az építő. Tehát őket is vegyük ide. A nagyszüleim generációja építő, a szüleim generációja gyarapító, az én generációm. Még talán maradjunk abból, hogy talán még gyarapító, a következő generáció már romboló, azután a következő romboló. Miről van szó? És mikor lesz a gyarapítás? Hm? Tehát a 90-es évek elejéig ez így működött, hogy mindig ez a három generáció váltakoztatja, amit tönkretesznek a unokák, azt majd a következő generáció fölépíti. Hol van ez már? Most már öt generációról beszélünk, ahol gyakorlatilag három már nem gyarapít. Nem, hogy épít, nem gyarapít. Jó, tehát gondold végig, itt van egy közösségünk, ahol te fejlődhetsz ezeken a területeken. Ha szeretnél, ha nem, akkor Isten áldjon úgy, ahogy vagy. Oké. Okay? De gondold végig, hova megy ez a világ, ha nem teszünk egyénként azért, hogy mi jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Mindenki, aki jobban akarja magát érezni a bőrében magát? Azért tenni kell, és tesznek. És ha sok ember tesz azért, hogy jobban érezze magát a bőrében, akkor nem lehet, hogy abból egy jobb világ lesz. Hm? Tehát miért csak lefelé mozoghat az a spirál? Miért nem mozoghat fölfel? Hm? Miért csak romlani kell a dolgoknak? Miért nem javulhatnak a dolgok? Miért csak egyre rosszabbak lehetnek az emberek? Miért nem javulhatnak az emberek? Hogy ne javulhatnának? Miért csak mindent tönkre kell tenni? Miért nem lehet mindent rendbe rakni? Hm? És ez mindenre érvényes. Beleértve az emberi kapcsolatokat is. De miért az a jó, hogyha tönkre tesszük? Miért nem az a jó, ha megjavítjuk? Ja, mert fogyasztói társadalom van, akkor ami rossz, azt ki kell dobni. Ja, és mióta van a fogyasztói társadalom, itt Magyarországon 90-es évek óta. Nyugaton mióta van fogyasztói társadalom, Amerikában indult, 20-as -20 évek vége. A nyugati világban pedig ugye a háború után. Érted? Na most, és akkor ez a jó, ez a pár évtized. És ami ezer éveken keresztül előtte volt, az kuka. Érted? Nem volt fogyasztói társadalom évezredeken keresztül. Mégis lett emberiség, és mégis felfejlődött erre a szintre. Furcsa mód, nem? Fogyasztói társadalom nélkül. Nem pusztult ki az emberiség, képzeld el. Úgyhogy nem volt fogyasztói társadalom. tegyünk már együtt azért, hogy egy jobb világunk legyen. És ha úgy gondolod, hogy kéne tenni azért, hogy jobb világ legyen, akkor várunk szeretettel. Itt a helyed. Köszönöm szépen a figyelmedet, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a jó kis ébresztő jellegű előadást. Ajánlom mindenkinek, hogy hallgassa vissza, főleg ha most nézett, hallgatott először előadást a mestertől, ugye ilyeneket valahogy nem lehet hallani máshol ilyen összefüggéseket, így felnagyítva a részleteket amik fölött ugye elsiklanak az emberek, és ennek köszönhetően az emberiség itt tart, ahol éppen van amiről azt hiszik sokan, hogy marha jó így ahogy van, ugye mi sok emberrel beszélgetünk és néha megdöbbenek, hogy hogy nekik jó ez a szabadság az, hogy elmennek melózni, a szabadság az, hogy a fele fizetésük elmegy adóba, és ez mind jó így. Minden jó. Nem kéne rajta dolgozni, nem kéne változtatni, nem kéne az emberi minőséget felfejleszteni valami egész más dologra, hogy egy kicsit jobban érezzük magunkat, boldogabbak leszünk, a szeretet legyen bennünk. Én nagyon sokfele tanultam szeretetet, sehol nem tudott bennem kiteljesedni. Sehol. És kellett hozzá a PPH csapatszervezés, amit ugye a legtöbben óckodnak, jó lehet így mondani? Uh -huh. Óckodnak tőle, félnek tőle. Egyesek emiatt nem jönnek ide tanulni. Én a csapatszervezés által tanultam meg azt, hogy nem tudok szeretni. Nem tudok igazán támogatni másokat, és itt kezdtem el a, abba az irányba fejlődni, hogy tényleg tudjak szeretni embereket, és segíteni nekik, és tisztelni a mestert, és azokat, akik tanít tanításokat adnak nekem. Ez egy óriási dolog, ami itt össze van rakva, egyedülálló a világon. Sehol nincs az, hogy a tanulók a tandíjat visszakaphatják a mestertől, mert ugye a tandíj az, ami az üzletnek a pénzügyi alapját biztosítja. A mester a bevételének a 74%-át visszaadja a szervezőknek. Na hát ez az, amitől Sokan, amikor hallják, hogy üzlet, meg emelem rendszer, hogy sok az emelem sérült, akkor ezzel megbotránkoznak, pedig hát ez teljesen tisztességes, meg ilyet senki más nem csinál. Szerintem a bolygón nincs még egy ilyen, ahol ilyeneket lehetne tanulni. Ráadásul ugye az élet tiszteletén, ez nincs máshol. Én ezt máshol nem láttam, a tiszteletet. Ez 26 nagy témakörbe be van csomagolva, ez a tíz terület, mindet meg tudod tanulni, hogy melyiket hogy kell használni és elérheted vele az hogy kitágul a hited. Hétvégén volt nálunk egy találkozó, és erről beszéltem, hogy mit kell összre Hát elhiszed, hogy be tudsz fizetni 19.700 forintot, anélkül, hogy bajt okozna neked. Evel kezdődik, és elkezdesz tanulni. Aztán elhiszed, hogy hát, tudsz reklámokat feltenni a Facebookos oldaladra. Aztán máshova is. Aztán elhiszed, hogy tudsz beszélgetni emberekkel, akik tanulóvá válnak, mint ahogy te is ők a te embereid lesznek. Aztán állítszott, hogy többen vannak ezek az emberek. Aztán állítszott, hogy kisvezető vagy, aztán közép, aztán kicsit nagyobb vezető. Aztán ezt csak azt veszed észre, hogy sokan figyelnek rád. És elhiszed, hogy még okosságokat is tudsz mondani, megnő az önbizalmad. Na hát én valamiért jártam végig. Tele volt az út rettegéssel, meg félelemmel, mert nem, nem hittem magamban, és nem is tudtam, hogy nem hiszek magamban, a PPH előtt életemet, ebben a, az önbizalmat meg egóval. Csak ezt nem tudtam. És ugye az egós ember ordít, meg tolakszik, meg küzd mindenért, attól sokan megsérülnek, igaz, hogy én elért, elértem a céljaimat, de egy csomóan mondták, hogy hát ez a tusek, ez milyen ember. És mindig jött Ibolya mögöttem, ő meggyógyította a sebeket. Próbált velük beszélni, hogy hát azt nem úgy gondoltam, nem úgy csináltam, nem olyan a tusek. De olyan volt a tusek, olyan volt. Viszont itt a pph ban a szervezés által elkezdtem megváltoztatni a stílusomat. Nem gyorsan történik, lassan történik. Nem egyik napról a másikra. Évek kellnek hozzá, évek, sok-sok év, Mire ideértünk, hogy ezt így el tudjam mondani, és hogy még itt lássunk a színpadon, és erről így beszéljünk? Ez így van. Mi a ja, párom már, most már kilenc éve, hogy itt tanulunk a Nyílt Akadémiánál, és többször beszélgettünk arról, hogy nekünk valójában milyen életünk is lenne most. És arra jutottunk egyébként, hogy nem ilyen életünk lenne, mint amilyen most. Én erre azt értem, hogy tényleg valóban egyre boldogabb életet tudunk élni. És e, itt van a tíz életterület. Itt kezdődik tényleg a hogy önmagaddal. Igazából valóban nekem is az itteni tudással tudtam itteni lelkemet, a agyamban lévő gondolatokat helyre rakni. Vagy akár tényleg a, a párkapcsolat, mint ahogy besz, mondtam is, hogy mi már biztos nem mennénk együtt egyébként, ha mint házas pár, mert igazából két oroszlán és nem igazán tudtuk egymást jól kezelni, és azt is itt tanultuk meg, és tényleg valóban azt tudom mondani, hogy egyre boldogabb házasságban élünk. És ez nem azt jelenti, hogy nem kapunk feladatokat, de kapunk, meg vannak megoldandó feladatok, de nem mindegy, ha az embernek megvan hozzá megfelelő tudás, amit be tud építeni az életében, mert mi azt is megkaptuk. Nekem csodálatos a szüleim. Hát igen, Velük se volt felhőtlen a, a kapcsolatom. Nem azt mondom, hogy rossz volt, de nem tudtuk megérteni egymást. És most már tényleg teljesen másképp tudom őket kezelni, mert hogy itt megértjük az ember és az élet működését, hogy ők miért olyanok, ők miért látják így, miért gondolják úgy a dolgokat, és ezt is nagyon jól meg tudjuk beszélni. Vagy például nekem az is nagyon jó volt, amikor édesanyám beteg volt, és én ott tudtam mellette lenni, tudtam ápolni, tudtam gondozni. És, és ez mind azért van egyébként, mert uh, itt a PPH-ban uh, mind a mellett, hogy tanulunk és fejlődünk, kapunk egy szabadságot. És ezt a szabadságot ezért kapjuk meg, mert a Szedlacsik Miklós egy olyan iskolát rakott össze, itt olyan rendszer van összerakva, hogy uh, a tanulás mellett uh, van egy, egy munkánk, hisz mi kócsok vagyunk, az egy uh, az egy, ö, egy munka. probléma megoldó emberi Igen. mindenki. És ő úgy rakta ezt nekünk össze, ezt az iskolát, ezt a rendszert, hogy ö, megvan hozzá az anyagi hátterünk is. És ö, mivel, hogy mi már mondtuk az első részben is, nekünk már ez a fő foglalkozásunk, a PPH-ban lévő csapatépítés, a, a szervezés, ajánlás, kinek hogy tetszik jobban, és ezáltal van ö, egyre boldogabb, egyre szabadabb ö, életünk. Vagy visszalépek még, nekem az is csodálatos ö, a gyerek. Tehát ö, nem mindegy, hogy a gyerekünknek milyen példát tudunk mutatni, amivel ő is egy boldogabb jövőt, egy boldogabb életet tudjon élni. Az is csodálatos dolog nekem, hogy ö, ott vagyok a gyerekem mellett, bármilyen, hál' Istennek, betegesnek, nem beteges, de ott tudtam mellette lenni. Bármilyen programjai voltak, ott tud, meg tudtuk együtt élni vele. Tehát egy anyának ez is csodálatos megélni. Vagy ugyanúgy tényleg, mint feleség, mivel hogy én már nem dolgozom alkalmazotti létben, és nem érnek olyan elnyomások, és én nem viszem haza azokat a problémákat ezáltal én meg tudom azt a otthoni harmóniát teremteni, amire szüksége van egy, egy férnek, szüksége van a gyereknek, szüksége van nekem, <laughs> az sem mindegy. Tehát, ami itt van, a tíz életterület, lehet, hogy az embereknek ez hihetetlennek tűnik a mai világban, de itt valóban olyan módszereket, olyan tudást kapunk, amivel meg tudjuk oldani az életünkben való problémákat. És ezek Um, azért is, nekem az is nagyon uh, tetszett, amikor idejöttünk tanulni, hogy uh, a Szedlacsik Miklós lehetőséget ad az itteni tanulóknak arra, hogy beszélhessünk az, hogy valóban uh, mit is ad nekünk a Nyílt Akadémia PPH. És uh, itt, minthogy mi is itt állunk, és van még nagyon sok vezető, akik uh, el tudják mondani, hogy valóban. Uh, Mit is kapunk mi itt a Nyílt Akadémián és a PPH-nál. Tehát ezek valós dolgok. Mert ezt azért mondom el, hogy amikor szervezünk, akkor az embereknek vannak kételjei, hogy, 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 -e, hogy valóban ennyire sok mindent ad nekünk, amiket mi el szoktunk mondani. És ez tényleg így van. Persze azért van így, mert mi akarunk változtatni, és akarunk egy jobb életet, egy jobb jövőt. Mert ugyanis a jobb jövőt senki más nem fogja tudni elhozni, csak mi emberek. Összefogással. De ahhoz meg tudás kell, hogy tudjunk változtatni. És itt a PPH-nál minden megvan hozzá. A közösség, a tudás, a mester, minden, minden össze van rakva úgy, ahogy kell. A iskolánk úgy működik, hogy van 26 nagy témakör, ami az körforgásban megy. Tehát ide bármikor be tudsz csatlakozni. Nem kell megvárnod, hogy most fél év, vagy egy év, vagy hogy. Nem, ide bármikor becsatlakozol, körforgásban mennek a tanítások. Most éppen a párkapcsolatnál tartunk, ami csodálatos és fantasztikus. <laughs> Aztán ö, van mellette egy csekély, én azt mondom, mai világban egy csekély, csekély tandíj. Ö, első hónapban 19.700 forint, a második hónaptól pedig akciósan most 12.500 forint. És én azt is megemlíteném, hogy a Szedlacsik Miklós erre is odafigyelt, például, a pár kap, hogyha párban vannak, akkor ott van egy olyan kedvezmény is, hogy a párnak 6.000 forint. Tehát uh, itt uh, ez a tandíj, ez valóban, egy, uh, én azt mondom, hogy egy csaki összeg. Ha te gondolkodjál rajta, hogyha ennyit nem érsz meg magadnak, vagy ennyit uh, befektes. Én azt szoktam mondani, hogy ennél jobb befektetés nem fogsz találni sehol, ahol eh, én azt mondom, hogy eh, sokkal többet eh, eh, kapsz, mint az az érték. Tehát, mint tudásban, és sőt, itt, mivel mondtuk is, hogy mi már ebből élünk meg, tehát eh, mint anyagilag, és eh, nem mindegy, hogy eh, miből keresed meg azt a pénzt. Tehát nálunk a etika az alapja mindennek. Tehát ennél etikusabb pénzhozzájutáshoz én még nem találkoztam, mint ami itt van nálunk a PPH-ban. Úgyhogy én röviden ennyit szeretnék ám, szerettem volna elmondani, és én azt mondom mindenkinek, aki hallgat minket, most is vagy régen, ne várjatok, gyertek el, kapcsolódjatok, nézzétek meg, milyen ez a közösség, ismerjétek meg Szedlacsik Miklóst, el lehet jönni ide személyesen is, minden szerdán, minden vasárnap Budapesten élőben, és ö, meg tudjátok nézni. Gyertek el ti személyesen, és győződjetek meg arról, hogy valóban, ö, hogy is működünk mi. Úgyhogy én így röviden ennyit szerettem volna. Itt meg lett említve az előadásba a vallástéma, aztán Ibolya meg felhozta a szülőket. Ez nálunk párhuzamba van, ez is tüzes téma, mert a Anyósomék még azok keresztények, baptista imaházba járnak, a családom másik része, a faterom meg a döcsém, ők meg keleti irányzatban vannak. Meg itt vagyunk közte. És én voltam kicsit keresztény és meg voltam hogy minden, ami Magyarországon van. Meghívtunk hozzánk keresztényeket, és van egy marha nagy buthaszobor előttünk a teresztény, és jön a, hát a, keresztény ember, és azt mondja, hogy a buthaszobor, az mit csinál itt? a teraszon Miért mondom, szerinted, ha Butha és Jézus találkoznak, akkor ők összeverekednének? <laughs> és erre nem mondott semmit. Mert hát én a PPH-ban azt látom, és én is azt mondom, amit a Mester. Én szeretem Jézust, Butha tanításait ismerem, Krisnát is ismerem, ős magyar dobolást, a múltunkat ismerem, minden nagyon jó. Csak ez mind a múlt. Ami most jön ezután, az ahhoz kevés lesz. És én azt látom, hogy mivel, hogy a családban is látom ezt a ketté felé osztást, hogy szelektálódik a, a, figyelem. És itt van a PPH-ban az, hogy ezt az egészet össze lehet hozni egy jövőképé. Egy olyan tudással, amiben a jövőben te talpon tudsz maradni egy ilyen forrongó világban, ahol ki tudja, hogy mi fognak történni a jövőben. És nem rémizgetni akarok senkit, csak a felkészülés fontos lenne. Tehát látom az emberekben, még itt a tanulók közt is, hogy ki vannak mondva a dolgok, és ugyanúgy megy tovább a maga irányába, és meglepődik, mikor bekövetkezik egyik hétről a másikra, amit a mester mondjuk négy éve mond. Nem is értem. Hát én már két-három éve mondtam a mesternek, hogy a jövőt tervezi az ember, lehet, hogy nem minden úgy megy, de legalább tudom, hogy merre szeretnék menni. Hát aki nem tanulít, az nem is tudja, hogy mit kéne csináljon. Ő ugye a komfortzónájában evickél valahova, fut valami elő magára, nem tudom miért. Itt megvan a jövőkép. Nekem ez tetszik az egészben. Bármi fog történni, bármi lesz, megvan rá a módszer, a tudás. A Mester tanítja, hogy mi a várható, ki fogja csinálni körülbelül, és mit fognak csinálni. Ez sokszor hihetetlen, sajnos, sajnos van itt egy 27 éve itt lévő tanuló, mondani a Szedlacsik Miklósnak, hogy sajnos eddig, amit mondtál, az mindig bekövetkezett. És valóban, mert nem egy jó jövőkép van. De hát miért nem jó a jövőkép? Mit csinál az emberek 97%-a? Egy jobb jövőn dolgozik? Dehogyis? Nem. Ugyanazt szeretnék csinálni, ami 5 éve volt, vagy 6 éve, és ez már nem az a világ. Hát lehet érezni, hogy olyan rossz energiák vannak, hogy az van, ami hihetetlen, hogy fenntasd magad csak az energia miatt. Nem kell, hogy beszéljél senkivel. Felkezd reggel és érzed, hogy megváltozott minden. Ez nem az, ami volt és akkor ez asszisztáljunk egy ilyen romba dölt világhoz. Nem kéne valami jobbat csinálni? Ja, és hihetetlen, hát hogy nagy hogy Lacsik Miklós tudja ezt így megtanítani, pedig így van. Nincs olyan mester, akiről hallottam volna, hogy duplikálni szeretné saját magát. Vagyis tanítani mestereket. Hogy ők is mesteré váljanak, és majd ők is tanítsanak embereket. Mindenki egyes, egy, egy emberként akar valahol valamiben jó lenni, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ő majd megtanít mindenkit, nem is tud velük foglalkozni. Tehát olyan sületlenségek történnek, katasztrofális dolgok egyébként, egyre többet hallok, hogy beoltásokat csinálnak telefonon. Aztán attól behűlnek az emberek. Nincsen, nincs kontroll, nincs ellenőrzés. Egyre lehetetlen dolgok történnek. Fantasztikus, hogy már remegy a világ. Néha még én is jövök otthon, és így gondolom, hogy ezt én nem gondoltam volna, hogy ez lesz. És itt nálunk szépen megtanulhatod, biztonságos környezetben vezetők segítenek neked abban, hogy mit hogy értsél, és hogy használd az életedben. Már megtanultuk azt is, hogy ne nyomjuk beléd, nyugodtan tanulhatsz a saját tempódba. És megtanulhatod, hogy hogy kell a jövő világában itt élni a Földön. Ha tetszett az előadás, és amit elmondtuk, akkor gyere és el, legyél tanuló. Most 30 perc szünet fog következni. Szeretünk benneteket, sziasztok! Még utolsó mondatként szeretnél. Még utolsó mondatként azért szeretnék kettőnk nevébe mindenkinek a világon. Szeretetben, boldogságban, egészségben, áldott boldog karácsony kívánni, ünnepeket és boldog új évet! Köszönjük.